fél tíz fele járt az idő. A folyosok ilyenkor kihaltak, konganak. Néha, amikor egy becsukott ajtó előtt elmegyek, csap ki felém a zümmögés. Ilyenkor mélyen, igen komolyan elszorul a szívem. A második emeleten jobbra, a tanári szoba mellett a 6. B osztály ajtaját kinyitották levegőzés miatt. Leveszem a kalapomat, zsebre teszem. Óvatosan bemegyek az ajtón. Félrefordított fejjel meghajtom magam a tanár felé. Mesztelenül megkerülöm a köpőládát és a szemétkosarat. Rálépek egy fél kiflire. Hátul üres egy hely. Megfordulok és óvatosan beülök. A tanár nem vett észre. Azt hitte, ide tartozom. Én vagyok az, aki 5 perccel előtt kiment. Kedves nézőink, szeretettel köszöntöm Önöket új maszkomban, mert a színházban most épp egy generációváltás van. Most a második olyan bemutatót tartjuk, ami egészen új hang a Karinthy Színházban. Ugye az előző a Rejtő Piszkosak előadás volt, ami hát egy rendkívül izgalmas és nagy sikerű rejtő feldolgozás. És most pedig a szünetében vagyunk a Tanár úr kéremnek a Műfajteremtő előadásán, ami szívszorítóan szép, hiszen musical készült a Tanár úr kéremből, a la Pál utcai fiúk. Ez azért is fontos nekem, hiszen genetikusan érintve vagyok, és a Tanár úr kérem 17 évig ment a Karinthy Színházban egy Szakonyi Károly-féle feldolgozásban, egy realista módon, 300 előadásban. De úgy gondoltam, hogy telnek az évek, jön az új nemzedék, és egy egészen új műfajban is meg kell nézni, hogy mit tud ma a Tanár úr kérem. Simon Kornél jelentkezett ezzel az ötlettel, hogy csináljunk musicalt belőle, és én azonnal elfogadtam, mert gondolni kell a fiatalokra és az új nemzedékre. Így aztán Deres Péter dramaturg, Nyitrai László zeneszerző és Máté Zsolt szövegíró, Wisloszky Szabolcs koreográfus egy egészen új műfajú Tanár úr kéremet teremtett, ami szívszorítóan szép, mert benne van Karinthy is, ugyanakkor benne van a mai fiatalság, a kettő együtt teremt a Karinthy Színházban egy egészen új műfajt, hiszen eredeti új magyar musicalünk még nem volt, és most már az is van. Nagyon izgatott vagyok, mert hiszen a színház gazdájaként úgy gondolom, hogy ez valami nyitás egész másfelé, és remélem, hogy megtalálja a nézőit, tanárokat, diákokat, fiatalokat, öregeket, mindenkit, aki valaha volt iskolában, és azt hiszem nincs olyan ember, aki ne járta volna ki a maga iskoláját, sőt aztán az életiskoláját is, hiszen erről szól a Tanár úr kérem. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos bemutatónak a főpróbájának a szünetében vagyunk, és hát egy hosszú szériát remélek ebből az előadásból. Szeretettel várom Önöket Karinthy Színház Műfajteremtő Tanár úr kérem előadására, amely új utakat nyit, és én magam is azért öltöztem talpig szakába, mert úgy gondoltam, hogy új férfihoz új műsor kell, illetve új műsorhoz új férfi, új dizájnhoz új igazgató, és lelkemben most én is egy kicsit megújulok a Karinthy Színházban. Magának Dániából felelnie kell, mert maga Dániából 4-esre áll. Igenis, az intőkonferencia ott ül Dániában és tanácskoznak már, csak a hadvezért várják, hogy megkezdhessék a csatát. Tehát mi német Alföld fővárosa? Fogd be a szád, Bauer! És ülj az ágyú mellé! Most te vagy a tüzér! És neked kell megvédeni Norvégia partját! Hát jó! Ha nekem kell megvédeni, akkor adjanak mellém 1000 kapot! Mindegyik az egyet felvevőképpen! Majd én megmutatom neki! Hajrá! Hajrá, derék fiú! Fel a csatába! Lúgok! Lúgok! Adjatok egy lovat, Bauer alá! Most! Hadaink bent állnak Dániában! Hát akkor halljunk, foglald el Dániát, és akkor még kijavíthatod a négyet.
fedett! Ájj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 
Na basszus, az király! Szent atyám, ne zavarjunk össze mindent! Vörös Marti kristálytiszta szavakkal! Elkérte Gutmanntól a gumigutti! Így is van! Nagyon erős! Hey, Gutmann, add a gumigutti! Száraz a tinta, száraz a gép! Ne hadonász a lukat lincszer, ha nem megy erővel a többet észszer! Kapd elő hát a léniát, egyenes vonalat lépni át! Tört a fejed, mint piros szusszal, nullára állított tabakusszal. Mintha éppen épp bólogasod, úgy van is add tovább a gumigutti útban. Mintha éppen épp bólogasod, úgy van is add tovább a gumigutti útban. Kók is bedobom, fiat tanár, csárdás táncol a nápászalát. Lapultok, mint a csukott szóstok, féltek, minthogy felelni fogtok. Sok régi eszköz, ugyanaz a kép, tanulj fiam, hogy hülye ne legyél. Mintha értenéd, borogas útban, és add tovább a gumigutti útban. Mintha értenéd, borogas útban, és add tovább a gumigutti útban. Mintha értenéd, borogas útban, és add tovább a gumigutti útban. Mi az? Csak azt mondtam, hogy... Mit? Mit mondott? Semmit, tanár úr, bocsánat. Kérem. Mi az? Semmi, csak Engelmeier. Vigyék ki! Az Isten! Arra, mint tudod, egy szétszakadok! Nem, azért! Nem! Mi van itt fel? A pulzusod, mégis nő a pulzusod.
egész nap. Csak ezt a percet vártad, hogy miért azt jól tudod, hogy miért azt jól tudod. Az iskolát, az túlment a határon, hülyé vagy már mint valaha, hülyé vagy már mint valaha. Túl a percen és túl a sok tudáson, itt a szabadság pillanata. Ebben az óra kéhet ér, vigyázzunk más a készlegér. Megfut a széne, ó, mindjárt féle. Mosul szabadság szenvedé, a fényben az arcot fúj a szél. Tartsd a lélegzetet, és időm a nagy szület. Várok rád, majd számtalan teendő. Ültégy és lazulják, ültégy és lazulják. A nagy szünetben nincsen rajta gyermő. Itt az alkalom, most élni kell. Itt az alkalom, most élni kell. Útbarolj, veszi